Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kommentár című magazin műsorunkat látják. Vendégem Varbai Tamás, a hatvani polgárőrség elnöke, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan érinti a szervezetet a koronavírus miatt kialakult helyzet. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm nézőinket! A koronavírus alatt a polgárőrség élete sem állt meg, folyamatosan járőröznek 60-ban. Mit lehet tudni, a város milyen állapotban van most, mennyire tartják be a korlátozásokat az emberek? Igen, ez a vírus ránk nagy terhet rót most, ugye ebbe aktívan kivesszük részünket, és meg kell mondjam, azt tapasztaljuk a mindennapi járőrszolgálataink során, hogy 60 nagyon fegyelmezetten, a 60-i lakosok nagyon fegyelmezetten viselkednek. Gyakorlatilag nem sok esetben kell intézkednünk, felszólítani őket, hogy a rendeletek betartására, és lehet, hogy ez is tükrözi azt, hogy 60-ban gyakorlatilag még nincs vírusos megbetegedés, ha jól tudom. Változott-e valamiben a járőrözési szokás? Igen. Nagyon sokban, gyakorlatilag most minden nap közterületen jelen vagyunk, úgy mondom, hogy gyalogosan, kerékpárral, autóval, egész nap, több váltásban, tehát naponta több szolgálatban is teljesít a 60-i Egyesület szolgálatot. Hogyan segítik a 60-iakat? Önök mikre figyelnek oda leginkább? Hát mi segítjük a rendőrség, illetve a közterület felügyelet önkormányzati rendészet munkatársainak munkáját, tehát mi abban veszünk részt, mi nem vagyunk hatóság, tehát mi csak kérhetjük az embereket, hogy tartsák be a rendeleteket. Tehát például mire gondolunk itt, gyalogos járőreink napközben, iskolaidőben figyelik a csellengő diákokat, hogy lehetőleg ne tartózkodjanak a közterületen, tehát ugye menjenek haza tanulni. Aztán egész nap a játszóterek, kondiparkok, ezeket ellenőrizzük, ott ugye nem tilos ott lenni, de ajánlott, hogy ne legyen ott senki, mivel ugye nem lehet fertőtleníteni ezeket az eszközöket, amik ott el vannak helyezve, tehát ezért kifejezetten vírusveszélyes. Gyakorlatilag ebben veszünk részt, illetve folyamatosan a rendőrségnek segítünk bármiben, hogyha szükség van ránk, baleseteknél, bárhol helyszínbiztosításokban, ha hívnak, akkor megyünk segíteni. Hány tagja van a 60-i polgárőrségnek, és hogyan oszlik el a munka, hogyan áll fel egy nap? Jelenleg 31 tagunk van, ebből 4 ifjú polgárőr, mert ugye a polgárőrségnek van 14 és 18 éves közötti fiataloknak is lehetőség, hogy csatlakozzanak hozzánk. Jelenleg 4 ilyen tagunk is van. Ugye ezt a tevékenységet mindenki szabadidőben végzi, önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, tehát mindenki a munka idején túl vesz részt, ki hogyan tud. Tehát van, aki többen tud ebben a tevékenységben részt venni, van, aki kevesebbet, rugalmasan osztjuk be, mindenki, amikor ráér, akkor megy szolgálatba. De most a vírus helyzet miatt gyakorlatilag minden nap kint vagyunk. És a járőrözők száma nőtte a vírus miatt. Ezelőtt hogyan nézett ki, és most hogy zajlik? Igen, mondhatom, hogy a tagság aktivizálta magát, tehát jóval több lett a járőr szolgálatunk, most amit előbb is elmondtam, hogy gyalogosan is, kerékpárral is van szolgálati kerékpárunk, 2, abban is járjuk a kerékpárutat, illetve 2 szolgálati gépjárműünk van, az is szinte folyamatosan kint van az utakon, ami eddig ugye nem így volt, eddig volt, hogy naponta egy szolgálat volt csak, most 3-4 szolgálat van naponta. És hogyan lehet valaki polgárőr? Lehet-e ehhez csatlakozni? Vannak-e valamilyen kritériumok? Természetesen lehet, sőt várunk olyan lelkes, tenni akaró embereket, akik önzetlenül tenni szeretnének a helyi közbiztonságért, és bármilyen téren, ahol tudunk, mi segítünk, tehát lehet hozzánk csatlakozni. Erre egy nagyon jó forma a Facebook oldalunk, a Polgárőrség 60 Facebook oldal, oda ha ír valaki, azonnal felveszek a kapcsolatot, és onnantól megbeszéljük a részleteket. De mint előbb is mondtam, 14 éves kortól lehet már hozzánk csatlakozni, ifjú polgárőrként, illetve van a 50 órás közszolgálatos diákoknak is lehetősége hozzánk csatlakozni, mi ezt le tudjuk igazolni nekik az 50 órát, bár most ezt nem tudom, hogy működik még a diákoknál, és ebben a helyzetben.
és 18 év fölött pedig aktív tagként, aktív állományban. Van egy alapvető kis képzésünk, egy oktatás és egy vizsga, és azután lehet jönni velünk szolgálni. Kapcsolatban vannak-e a körülöttünk lévő falvakkal, polgárőrökkel? Igen, természetesen. 60 térség polgárőrségei nagyon-nagyon jól működnek együtt. Sajnos az élet most bebizonyította, hogy nagyon nagy szükség is van erre, hiszen most nemrég történt Petőfibányán ugye ez a házrobbanás, ott is a teljes térség, 10 egyesület részt vett a ottani segítségnyújtásban, munkálatokban. Aztán most ugye hétvégén, lehet, hogy most is 60-ban is le lesz zárva a Sóderbánya térsége, ott is jelentős létszámmal kint kell lennünk, ahova valószínű mi is fogunk segítséget kérni, és múlt hétvégén például mi segítettünk Lőrincin ugyanilyen tevékenységben, az erőműító lezárásánál, úgyhogy nagyon jó a kapcsolat, nagyon jó dolgozunk együtt, kisegítjük egymást. Mire hívná fel a 60-iak figyelmét, mire figyeljenek oda esetleg a saját érdekükben és az érdekében is, hogy megkönnyítsék az önök munkáját? Hát ugye most közhely, de maradjunk otthon. Tehát ugye ez a legjobb. Ugye tapasztaljuk mi is a városban, hogy amit nem nagyon értünk, hogy például fagylaltozóknál rengeteg ember ott áll hegyekbe, amivel nincs gondunk nekünk, de jó lenne ott is betartanák a legalább 2 méteres távolságot, gyerekek, idősek, mindenki ott áll sorba, és utána nagyon sokszor ott fogyasztják el a fagylaltot. Ugye mi szólunk, ha tudunk, de 2 perc múlva ugyanúgy visszaállnak az emberek. Ugye mi csak kérhetünk, ahogy az előbb is mondtam. Tehát tényleg csak annyit lehet, maradjunk otthon. Minden szakember ezt mondja, orvosok, fogadjuk meg. Köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük a tanácsokat. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, megtudhattuk, hogy a polgárőrökhöz lehet csatlakozni, keressék fel a Facebook oldalukat, és itt segíthetik a munkájukat. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!